közel 10 éve hordok kontaktlencsét, de konkrétan az elmúlt 5 évben, amióta elkezdtem gyorsasági motorversenyezni, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ez igencsak szükséges lesz, mivel gyakran előfordult, hogy versenyzés közben kiesett az egyik kontaktlencsém, ami azért elég zavaró, mivel -2-es a dioptria, úgyhogy féktávon néha volt probléma, amikor így a táblákat mondjuk homályosan láttam az egyik szememmel, úgyhogy ez elég zavaró volt, és ekkor döntöttem úgy, hogy ezt mindenképpen meg kell lépni. Ez a szemműtét elsősorban nyilván abban fogja megkönnyíteni az életemet, hogy élesen fogok látni, kontaktlencse vagy szemüveg nélkül is, de ugye, hogyha azzal számolunk, hogy a reggeli macera, hogy felkelek, kontaktlencse, berakás este, el ne felejtsem kivenni. És azért, hogyha utána számol az ember, akkor egy 3-4 éven belül azért a sok kontaktlencse árát meghozza ez a szemműtét, amit például motorgumira is követhetek a továbbiakban, úgyhogy ez is nagyon klassz. Több ismerősöm ajánlotta a St. James klinikát, és nagyon pozitív tapasztalatokról számoltak be nekem, és úgy gondoltam, hogy ha a barátaim is a bizalmukba fogadták ezt a klinikát, akkor ugye nekem se lehet rossz nyilván, illetve az nagyon szimpatikus volt, hogy ugyanaz az orvos vizsgálja a szememet, majd műtés utána ő végzi a kontrollokat is, és azért ez elég fontos dolog szerintem, hogy azért ez egy bizalmi kapcsolat. Homályosan látok, ugye a műtét előtt 2 hétig nem szabad, hogy benne legyen kontaktlencse, és bevallom, nem vagyok egy nagy szemüveges, nagyon-nagyon ritkán hordtam, mivel ugye a süsök alatt se lehet hordani, mert kényelmetlen. Így most megvonva a kontaktlencsétől kicsit a mindennapokban bajos, bár nem egy erős dioptria, de mégis befolyásolja a hétköznapokat, hogy homályosan látok. A műtét előtt még részt kellett venni még egyszer egy alkalmassági vizsgálaton, ami elég részletes volt, így most már mindenki tuti benne, hogy mehet a dolog. Műtétet megelőzően ismét leellenőrizzük a páciens dioptriáját, ez a legfontosabb. Ezután feltérképezzük a szaruhártyát pontról pontra, ez a topográfiás vizsgálattal történik. Megállapítjuk minden ponton a szaruhártya vastagságát, a fénytörését, tehát a dioptriáját, és azt, hogy esetleg valamilyen szabálytalanság látható-e rajta. Nem mondanám, hogy félek, de azért bevallom, izgulok egy kicsikét, hiszen csak egy műtétről van szó, és csak a szemem világáról. Viszont a barátaim, akik ugyanígy csináltatták a beavatkozást, azok mondták, hogy igazából nincs is mitől félni, mert abszolút fájdalommentes, és tényleg pár perc alatt megvannak vele. A műtét előtt szemcsepekkel érzéstelenítjük a szemet, tehát maga a műtét az teljesen fájdalommentes. Fekve történik, a páciensnek a mikroszkóp villogó fényébe kell nézni, mindössze 15-20 perc a műtét maga. Amikor fel kell a műtőasztalról, rögtön sokkal jobban lát, mint előtte szemüveg nélkül. A műtét után fontos, hogy betartsa az utasításokat, szemcsepeket kell használni, UV-szűrős napszemüveget kell hordani a szabadban, és kell jönni kontrollvizsgálatot. Fájdalommentes és gyors, és minden komplikációmentes volt. Nagyon kedvesek voltak az orvosok, mert végig beszéltek hozzám, és mondták, hogy éppen mi történik, és nem kell izgulni tényleg. És már most sokkal jobban látok, mint előtte kontaktlencse nélkül. Nagyon örülök, hogy belevágtam a műtétbe, és külön öröm, hogy mostantól csak a sebességre és a pályára koncentrálhatok. Köszönöm, St. James!